Sziasztok, Révai Zsófi vagyok, a Magyarországi The Body Shop Skincare Manager. Szeretném nektek bemutatni az én tavaszi házsak termékemet, ami az Orzott Life Intenzíven Revitalizáló Hidratálókrém. És most Lilla lesz az a szerencsés falány, akit bemutatom ezt a terméket. Úgyhogy nagyon hidratált lesz a kezed. Szerintem egyből érezni fogod a textúráját, ami az egyik oka annak, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a krémet tavasszal és nyáron is. Hiszen amellett, hogy nagyon jó a hidratál, szuper hamar beszívódik. Ha megnézed, egyben nagyon kutya lett a bődöd. Igen, valóban. Ez a termék egyébként se a vajat, illetve magolajat tartalmaz, úgyhogy a nagyon jó hidratáló hatás mellett egy szuper feszesítő hatásra is bír, illetve rengeteg antioxidáns van benne, úgyhogy egy nagyon szép, egészséges ragyogást ad az arcodnak. Sziasztok, Zsuzsi vagyok, szeretném megmutatni nektek a kedvenc tavaszi termékemet, a C-vitaminos hámlasztót, ami nagyon szépen tisztítja a bőrt, az elhalt hámsejteket nagyon szépen leszedi a bőrfelületről, puhává varázsolja a bőrt, magas az antioxidáns hatása, kamu-kamu bogyót tartalmaz, ami 60-szor több C-vitamin tartalmaz, mint bármilyen más citrusféle. Hetente többször is lehet használni, akár 2-3-szor, még érzékeny bőrűek is használhatják, mert nem fogja kipirosítani a bőrüket. Ha nem bírja a bőröd a ravírt, akkor ajánlom a hámlasztót. Ezt a hámlasztót száraz bőrön kell használni, éles a textúrája, ezért könnyen el lehet oszlatni a bőrfelületen. 20 másodpercig kell masszírozni vele a bőrfelületet, akkor már érezhető lesz, hogy ilyen kis bőrszemcsék keletkeznek rajta, hiszen ugye lehámlasztja a felső bőrréteget. Ezek után langyos vízzel le kell löblíteni, szárazra törölni az arcot, és mehet rá az éjszakai vagy a nappali hidratáló krém. És láthatóan bársonyosabb a bőrfelület. Hetente 2-3-szor használom esténként, hiszen akkor sokkal könnyebben feszülődik a hidratáló krém, hogyha le van hámlasztva a bőr, és tiszta a bőrfelület. Lilla vagyok, és én a Skin Defense nappali fényvédős hidratáló krémet fogom bemutatni. Azért szeretem ezt a terméket, mert nagyon-nagyon magas a fényvédő faktor benne, nagyon könnyű a textúrája, úgyhogy nyáron nagyon-nagyon könnyen beszívódik, érzékeny bőrre is használhatjuk, illetve te pedig ugye a kedvenc nappali hidratáló krémet fölé. Nyugodtan nézd csak meg. Érzékeny bőrön van, úgyhogy én sajnos olyan termékeket használhatok, amiben nincsen mondjuk intenzív illatanyag, ennek nagyon-nagyon kevés ugye az illatanyag tartalma, illetőleg magas a fényvédő faktor száma, ezáltal ugye az én világos bőrömet is óvja az UVA és UVB sugarakat. Sziasztok, Sári vagyok, a The Body Shop Makeup Manager-e. Kettőféle termékről fogok most nektek beszélni. Az első, ő egy kontúr paletta. Azt kell róla tudni, tartalmaz egy hideg árnyalatú kontúr szint, tartalmaz egy bronzosítót, egy highlightert és egy pirosítót. A kontúr paletta nálunk kettő árnyalatban található meg, egy világosabb, illetve egy sötétebb balcínhez. Amit nagyon fontosnak tartok róla kiemelni, hogy én órákat szoktam vele spórolni a tükör előtt, mert egy fantasztikus kompakt termék. Hozzájuk tartozik még, hogy ez a kis tartó, amiben van, ebből ők kipattinthatóak, és akár a legújabb szemhéjpudereinket is bele tudjátok kiveszteni, hogyha utaznátok valamára. A második termék, amit bemutatnék nektek, ők a CC krémek. Ők három árnyalatban találhatóak még nálunk. Az első a legvilágosabb, ő egy gyöngyházfényű árnyalat, van egy barackos, illetve egy bronz árnyalatunk. Alapozó alá vagy alapozó helyet is tudjátok használni, mert egy minimális feldést kölcsönöz a bőrnek. Viszont egészséges lesz az arcszínetek, egy kicsit feldobja a száraz bőrt és egy kicsit felélénkíti, és amiért mindenképpen fontosnak tartom, hogy tavasszal, nyáron ez ilyen master termék legyen, mert napvédőt tartalmaz. Ami még fontos szerintem, hogy mind a kettő termék, amit most bemutattam nektek, ők vegánok, és éppen azért teljes szívből tudom nektek ajánlani. Sziasztok, Petra!
vagyok a Best & Body Shop üzletvezetője. Megmutatom nektek az én kedvenc termékemet, amely a Spa of the World termékcsaládból, mégpedig a tengeri hínáros zselé, testzselé, ami nagyon szépen ápolja a bőrötöket. Egyébként revitalizáló krém, tehát mind a mellett, hogy hűsi, és ilyen nagyon fantasztikus zselés textúrája van, ugye revitalizálja is a bőrötöket. Tartalmaz még aloe verát is, ami nyugtat, tehát akár egész nyugodtan tudjátok használni napozás után is, mert nagyon szépen megnyugtatja a bőrötöket. Van benne még ezen kívül napraforgó magolaj, illetve szezám magolaj, amelyeknek ugye bőrszűkítő hatása van. Akár a férfiak is használhatják, ugyan nagyon jó kis semleges illata van. És még egy, amit nagyon szeretem, hűsítő hatása van, illetve megnyugtatja a lábakat. Mindannyian tudjuk, hogy akik állómunkát végzünk, nagyon jól esik esténként bekenni egy kicsit felfrissülni a lábukat, és ez pont az a krém, ami ezt a végeredményt fogja hozni. Úgyhogy szívből ajánlom nektek ezt a terméket, én is szeretem ezt minden esetben.